Nézz szét, mi van itt. Mindenütt csalás, hazugság és önös érdek. Nyakkendőtök csillogása, mobiltelefonok és benzingőz. Hajtás, stressz, és a barátaid szépen elmaradnak. Lassan már semmihez sem lesz kedved. Már majdnem belefáradsz a harcba és beilleszkedsz, majdnem behúz téged is a nagyvárosi daráló, és tucat ember leszel. De rájössz, hogy neked több kell. Neked más kell. Neked vannak fontosabb érzéseid is. Tolongás, tömeg, zűrzavar. De te már nem azért mész, mint a többi. Neked komoly céljaid vannak. Nem számít, ha sátorban vagy lepukkant szálláson kell aludnod. Nem számít, hogy hajnalban kezd, és álmosan indulsz el. Iszonyú hideg van, de itt a hideg is jó. Köd van, de hihetetlenül tiszta a levegő. Mások a dimenziók. Leegyszerűsödnek és felélénkülnek az ember érzései. Nincs stressz, és egyáltalán semmi nincs, ami a másik világból megzavarna. Csak a lapátod csobbanását hallod, és a hajót siklását a tükör sima vizen. Minden más megszűnik létezni. Itt most nagyon, nagyon jó minden. Persze ez napról napra kemény és fárasztó. Már az összes izmot bekötött, begörcsölt, de itt szenvedni is jó. Olyan magasztos érzés. Meg kell mászni azt a nagy hegyet, ami előtted van, fel kell jutni a tetejére. Hogy miért? Buta kérdés. Mert ott van. Ha feljutsz, nem igaz, mit találsz itt. Őrület! Nem érted, miért pocsékoltad eddig másra az életed. Ez ér valami. Lehet, hogy ez írja a legtöbbet. Nem beszéltek, emelkedett a hangulat. Mindenki magába mélyed. Valaki sír. Nem bírja befogadni ezt az egészet. Van a természet, vagy te, van az akaratod és az erőd, és vannak érzéseid, a félelmeid és a vágyaid. Ilyen egyszerű, más nem kell. Korlátot csak a saját határaid jelentenek. Ez az, amit így hívnak, szabadság. Egyre messzebbre kell menekülnöd a hétköznapoktól, hogy megtaláld. De még vannak helyek, ahová menekülhetsz. Ahol olyan más minden. Lestrapálva fáradtan teszed ki a lapátod a stégre, már a hajót is alig van erőt kivenni a vízből, de közben világ megváltó gondolataid vannak. Haza kell menned, hisz kezdődik az iskola, a munka. De közben más ember lettél, máshogy lesz ezután már minden. A fontos dolgokból lényegtelenek lettek, a lényegtelenekből a legfontosabbak. Valahogy minden átértékelődött. Te tudsz valamit, amit a többiek nem. Te jobban kibírod ezt az egészet, ezt az ember alkotta embertelen világot. Te választhatsz, hogy melyikkel. Persze a legfontosabb itt is az, hogy magaddal legyél tisztában.